A strandolás veszélyeire figyelmeztet a Heves megyei rendőrfőkapitányság. Fontos például, hogy csak az arra kijelölt helyeken fürödjünk, felhevő testtel, teli gyomorral, illetve ittasan pedig ne menjünk a vízbe. Emellett csak annyi pénz legyen nálunk, amennyire feltétlenül szükségünk van. Nagyobb értéket ne vigyünk magunkkal, tárgyainkat ne hagyjuk őrizetlenül. Fontos megemlíteni azt, hogy szinte már valamennyi strandon, így az Egrén is van valamilyen formában különböző értékmegőrző. Ha lehet, akkor ezeket használjuk, inkább szálljuk rá azt a pénzt, amit ezért elkérnek, hiszen ebben az esetben mindenféleképpen biztonságban lesznek az értékeink. Semmi esetre se hagyjuk ott a plédünkön, pokrócunkon, és hát azt minden szintén el szoktuk mondani, hogy ezt leterítve, az értékek leterítésével azért ez nem egy életbiztosítás, úgymond, úgyhogy fontosan semmi esetben se hagyjuk így. Hozzátette, a strandok mellett azoknál a tavaknál, folyóknál, holtágaknál, ahol megengedett a fürdőzés, fokozottan figyeljünk. Tartózkodjunk a hirtelen változó mélységű bányatavaktól, és ne ugráljunk ismeretlen mederviszonyokkal rendelkező vízbe. Ha nem tudunk úszni, ne menjünk mély vízbe, gyermekeket pedig tilos és veszélyes felügyelet nélkül hagyni a parton. A további információkról a Heves megyei rendőrfőkapitányság prevenciós oldalán is tájékozódhatnak.